Elindult szeptember 1-től a digitális állampolgárság program közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook oldalára feltöltött videójában. Dömötör Csaba közölte a programlák egy mobiltelefonos alkalmazás, amivel majd egyre több ügyet lehet intézni sorban állás nélkül. Ha valaki letöltötte a programot és a szükséges regisztrációt is elvégezte a kormányablakban, akkor a következő napokban kap majd egy értesítést a mobiljára. Onnantól kezdve tudja majd használni az alkalmazást, fejtette ki a politikus. Az alkalmazás előnyei között említette, hogy mostantól már mobillal is lehet majd igazolni magunkat a rendőr előtt. Nem kell magunknál tartani a személyigazolványt. Minden személyes adat megtalálható majd az alkalmazásban. Nem kell külön előkeresni például a Tajszámot, kocsi adatait vagy az igazolványok számait, mondta. Dömötör Csaba ismertetése szerint az új alkalmazással egyszerűbben és gyorsabban lehet majd belépni az állami felületekre. Ez körülbelül 200 állami felületen jelent majd segítséget, ilyen a Magyarország.hu, az ESZIA és az egészségablak. Hozzátette, hogy az alkalmazással a kormányablakokba is lehet majd időpontot foglalni, és egy gumnyomással lehet majd erkölcsi bizonyítványt igényelni. Arra biztatjuk önöket, hogy vegyenek részt a programban. Ehhez le kell tölteni a digitális állampolgár alkalmazást, és el kell végezni a regisztrációt valamelyik kormányablakban. Pár perc az egész, hogy aztán sokkal több órás spóroljanak azzal, hogy mobíról intézhetnek egyre több ügyet. A digitális állampolgárság program tehát elindult, az elérhető szolgáltatások köre pedig folyamatosan bővül majd ígérik.